Sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Visszakerült a piros póló, de majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ez piros, mert az elmúlt 3 órában elkezdték elég agresszívan shortolni a Bitcoint, viszont hatalmas már alul a kanóc, már kezdik visszavásárolni. Úgyhogy haladjunk is, nézzük is, hogy hol tart jelenleg a helyzet. Első körbe kezdjük a Mester3-ssal, ugyebár lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még új a csatornának, ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírást, rengeteg hasznos információt lehet találni benne. És haladjunk is tovább, nézzük, mi van a kriptodán. Kijött 2 új cikk, egy a Dogecoin-nal kapcsolatban, hogy már a Newegg is elfogad Dogecoint, a másik pedig, hogy a Deutsche Telekom Celo-t vásárolt. Úgyhogy ezeket is el tudjátok olvasni. És akkor nézzük is tovább, mi a helyzet Bitcoin téren jelenleg. Erről beszéltem ugyebár, hogy 3 órája elindult egy komolyabb short, viszont ami jó hír kezd lenni, hogy itt ez a kanóc, ez elég nagy az alja, még egy nem tudom, 10 perccel ezelőtt még zöldbe is feljött, úgyhogy vásárolgatják is fel, reméljük, hogy nem olyan tudják jobban letolni majd. Nézzük is meg, hogy napiba ez hogy néz ki. Azt mondja, hogy első körben tovább húztam ezt a vonalat 53.500 környékén, ami volt az előzőnél is, és most is ennél gondolkozik, illetve berajzoltam itt egy háromszöget, hogyha ezzel tudnák megcsinálni, hogyha ebbe a háromszögbe benne tartanák, és itt mocorogna az ár, még egy hétig ki tudnák húzni, akkor csak májusba indulna meg, és tudnának egy piros hónapot tartani az egészbe. Mivel ugyebár, hogyha megnézzük a haviba, akkor azt mutatja, hogy itt most egy piros hónap, mert 6 hónapja már csak zöld gyertyákat látunk, ugyebár októberben volt plusz 28%, novemberben plusz 42%, decemberben plusz 47%, januárban plusz 14%, pont hóvégére esett le, februárban plusz 36%, márciusban pedig plusz 30%, és akkor most járunk mínusz 9%-nál, mínusz 10% környékén kb. És ezt már mutattam egy pár nappal ezelőtt, de érdemes megnézni, itt a logaritmikusba, hogyha átváltok, akkor látszik, hogy 4 évvel ezelőtt, az akkori burrannál 2017 év végére, amikor felszökött az ár, ott is volt egy hónap, ez hát, hogyha 10-el felszorozzuk, akkor mondjuk 46 ezer, 50 ezer környékén, csak most 50 ezer nem alatta 5 ezerrel, hanem fölötte 5 ezerrel ott mocorog az ár, és ott van ez a piros gyertya. Viszont itt is, ahogy ez a hónap, ez a piros hónapnak vége lett, utána 3 hónapig még folyamatosan zöldeket húzott, még 48%-ot, 54%-ot, meg még 40%-ot. Mire elérte a plafonját, és csak utána következett be benne a korrekció. Úgyhogy most jelenleg kezd itt is kialakulgatni egy kis piros hónap. Júj, messze van a telefon, bocsi, ezt le kell zárni. Oké, és illetve át kell tenni máskorra, egy másodperc. 21, 42, igen, akkor ezek mehetnek egy bőven odébb. Igen, egyszer, és akkor kétszer ne csipogjanak itt közbe. Jó, és akkor haladjunk is tovább. Tehát most kezdeget az első piros gyertya, piros havi gyertya kialakulni, de hát ettől függetlenül még így is úgy is fel kell venni 100 000-ig. Úgyhogy viszont igen, hát volt 4 évvel ezelőtt is ilyen, hogy egy hónapig piros gyertya volt. És hogyha ezt megnézzük, hopp, kell vissza rá a csillagtérkép. Akkor igen, hogyha ezt a kis háromszöget, amit itt a végén van, akkor tudnák ezt kitartani, mert április 1-én azt mondja, hogy 58.789, 58.800-nál volt az ár. Tehát körülbelül itt, hogyha eddig nem tolják fel májusig, május 1-ig, akkor piros gyertya lesz, és akkor lesz már ilyen is 6 hónap után, és akkor utána megy fel majd valószínű jobban az ár. Na de ezt meglátjuk, mi lesz első körben, ez egész jól néz ki át, ez lehet, hogy majd gyakrabban fogom híradó közben nézegetni, hogy eszembe jut, de már megint, hát itt két hatalmas kanóc van alul, ez már mindjárt vált zöldbe megint ez a gyertya, úgyhogy nem nagyon valószínű, hogy ebből a háromszögből úgy komolyabban, kőkeményen kirángatnák, még lehet, hogy ezért 53 ezerre is, hát nem, mert az meg itt van, az meg lent van, mindegy, ez 53.500 környéke sats per kb, hogyha ebbe a háromszögbe benne marad, akkor az azért még úgy egész rendben van. Húztam egy másikat is egyébként, ez rövidebb, ez 4 ponton érintkezik itt, ennek már vége lenne április 24-ére, de valószínűbb szerintem, hogy a másik, ez a nagyon lagymatag, amit itt látunk, ez fog majd végig menni.
és akkor annak lesz vége itt, hogyha átváltak a 4 órásba, akkor május elejére itt látjuk is, hogy május eleje felé kellene ennek majd kitörnie, hogyha ezt a háromszöget, opá, követi majd le az ár. Oké, és jelenleg ez a helyzet, mi lehet a legrosszabb verzió? Az, hogy lejövünk egy olyan 50 ezer környékére. Itt van a 90 napos mozgó átlag is, 50.400-nál jelenleg. Itt van a, hát ez már nagyon régóta. Hú, ez mikor? Ez október óta tart talán ez a lila trendvonal? Mindjárt meg is nézem. Aha, igen, kb. Itt, amikor először vettem. Október 21-től, október 20-a környékétől tart ez a lila. Először ez volt a plafonja, utána pedig átváltott, itt már erről pattant vissza a 30 ezernél. Úgyhogy ha lejöhet, a legrosszabb eset az az lesz, hogy lejön itt a 90 napos mozgó átlag egy 50 ezerig, vagy legrosszabb esetben akár 48, 49, 48, 49 környékére, és akkor innen pattan majd vissza. De most jelenleg nagyon úgy néz ki, és így is legyen, ámen, hogy tartsa meg magát itt ennek a háromszögnek közelébe, 53 ezer alá ne nagyon menjen le az ára. De amikor 53 ezer alá ahányszor lement, ahogy látjuk itt az elmúlt hetekben, itt is felvásárolták, ott épp, hogy megpöccintette, de ott is. Itt még le se ment 53-ig, itt ahogy lejött 53-ig, akkor itt is felvásárolták. Ott meg most megint, most 2 óránál próbálták levinni 53 alá, de nem igazán sikerült. Úgyhogy jó, majd híradó folyamán majd fogom azért többször nézegetni az árat. Tehát a bitcoin árú jelenleg itt tart, és akkor nézzük is tovább. Az aranyára jelenleg 1783 dolláros áron kapható, egy 0,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Oké, nézzük is tovább, és akkor amit még behoztam, a bitcoin dominancia, mert ez azért nagyon nem mindegy, hú, erről megint egy pár szót, hogy 50-50, 50 a kriptopiacnak, ugyebár itt is látjuk, hogy 2 trillió dolláros a teljes kriptopiac, és ennek a 49,5, 50%-a van bitcoinban, az 50%-a pedig már altcoinokban. Ez a 4 évvel ezelőtti piacnál azért máshogy nézett ki, nézzük is meg, itt mondjuk egy havi gyertyára átváltok, és 4 évvel ezelőtt, amikor kezdett beindulni a bitcoin, akkor jöttek az altok is egyre inkább, és akkor itt is beindult egy, azt mondja, hogy hát itt még felfelé visszatért a bitcoinnak a dominanciája, és itt pedig december környékén, ahogy elkezdett csökkenni már vissza 20 ezerről bitcoinnak az ára, akkor az altcoinok átvették a dominanciát 50%-nál, alá csökkent a bitcoinnak a dominanciája, és az altcoinok kezdtek el húzni felfelé. És most jelenleg megint ott tartunk, hogy 50%-nál, 50-50 kb. 50% van bitcoinban, 50 pedig altcoinokban. A napi szinten megnézzük, meg hát itt olyan nem is, a haviban még jobban néz ki. Hogy ebben a hónapban már olyan szinten, február végét még úgy zártuk, hogy 60%-a a teljes piacnak az bitcoinban volt, 40% altcoinokban, most pedig már 50-50, már kezd átállni, átfordulni, kicsit átbillenni a másik oldalára a történet. Úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Emiatt nem is ugyanaz a mintázat, ami például 4 évvel ezelőtt volt, illetve 4 évvel ezelőtt, akkor még a kiskereskedők tartották fenn csak a piacot. Itt viszont most már beléptett az intézményes tőke is az egészbe, és ennek tudható be az is szerintem, hogy kezdünk egy kicsit, mert hogyha tartanánk a 4 évvel ezelőtti tendenciát, akkor benne lennénk a narancssárga trendzónába, és akkor úgy pumpálnák felfelé az árat, hogy már itt mondjuk nem 53 ezernél járnánk, hanem 68 ezer, meg 78 ezer közt. Egy olyan, 70-75 ezernél lenne az ár most jelenleg, hogyha tartanánk ugyanazt a tendenciát, amit a kiskereskedők csináltak 4 évvel ezelőtt, csak most már itt vannak nekünk az intézmények is. Tehát ilyen szempontból meg nem olyan meredek most már, inkább egy ilyesmi vonalat kezd leírni a bitcoinnak a pályája, azért még így is úgy is haladgat felfelé, még minimálisan, de magasabban van az alja mindig a sortoknál, illetve valamilyen szinten a teteje is mindig magasabban van az előző plafonnál. Ez jó tendencia, de már nem olyan agresszív, már nem olyan a parabolikus, hogy így törne felfelé az égbe, hanem kicsit laposodik el az egész. De még azért egész stabilnak tűnik. Főleg így, hogy nem bírták, most azért nem bírják komolyan lehúzni 53 ezer alá.
Úgyhogy jó, na most már túlragoztam a történetet, haladjunk is tovább, és akkor nézzük, mi minden van még. Itt látjuk ugyebár, hogy a Bitcoin 4 évente mindig feleződés után eléri a zöld vonalat, ez a zöld vonal 100 ezer dollárnál van, most is fel kell mennünk addig, ez szinte biztos. Illetve a citra, a sárga élet és a piros vonalat is elérhetjük, ha túltolják az árat, egy olyan 200, illetve 300 ezer dollárt. Nézzük, és a stock to flow hogy tartja magát, igen, itt. Már, ahogy nézegettem, kezd kicsit lebigyedni itt is. Aha, a vége felé kicsit a szája már nem olyan egyenes ívbe követi le ezt a pályát, amit berajzolt neki Plemby, hogy május eleje közepére akár már 84 000-re cselérheti az ár. Persze ettől függetlenül ugyanúgy húzhatunk még egy nagyot, akár egy holnap is, vagy május elején, vagy bármikor, és akkor ugyanúgy felmertünk 80 ezerre még májusra. Ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Azt mondja, jó, egy pillanat, egy dolgot nem néztem meg, hogy hol tart az RSI. 38-on, fú, hát ilyen alacsonyan már, egy, fú, egy szeptember óta nem volt ilyen alacsonyan az RSI, úgyhogy fú, nem, nagyon lent van, nagyon lent van. Innen tényleg felfelé kéne húznia. De szerencsére ez mindenképp jó jel, hogy itt nagy a kanóc alul, és úgy látszik, hogy ennél 53-nál jelenleg nem igazán tudják lentebb rángatni, hiába próbálják már órák óta. Na jó, haladjunk is tovább. A kifejezésekre hányan keresnek? Azt mondja, hogy a bitcoinra egy olyan 61%, a kriptóra 24%, az NFT-re pedig 3%. Bitcoin meg a kriptó az kezd nagyon belendülni, az NFT meg egy kicsit elülni. És ez mindenképp pozitív jel, hogy a Google-ön egyre többen keresik a kriptókat, meg a bitcoint, hogy mit is csinálnak ezek, és ez a lényeg, hogy érdekli az embereket, akkor nagy valószínűséggel egyre többen fognak befektetni is, és akkor az viszi felfelé majd szépen nekünk az árat. Még mindig a közelébe se járunk annak, ami 4 évvel ezelőtti csúcsnál volt, hogy amennyien akkor kerestek rá a bitcoin kifejezésre. Ehhez viszonyítjuk ugyebár a mostani kereséseket. Jé, a kriptóra 7% keresett itt, és most meg már jelenleg a 24% ahhoz képest, úgyhogy 3,5-szer annyian kerestek már a kriptokra, az altokra, mint csak a bitcoinra. Ez mindenképp pozitívja, hogy ilyen szépen görbül felfelé a keresések száma. Na de nézzük is a piaci értékeket, azt mondja, hogy kezdjük az Ethereummal. Az Ethereum 2 helyett jött fel a mai nap folyamán, a 35. helyen található is. Hú, már majdnem 300 billió dolláros a piaci értéke, 293 billió dolláros az Ethereumnak a piaci értéke. Ezen az aktuálisan 2540 dolláros áron. És akkor nézzük is a top 10-et. Itt a Bitcoin még mindig tartja a 8. helyét, hát egy minimálisan 1 trillió dollár, de inkább azt mondom az egyszerű, 1 trillió dolláros árat, 996 billió most jelenleg, magyarul ugyebár ezt milliónak kell mondani, vagy milliárdnak, 996 milliárd, vagy 1 billió, ami angolul, meg 1 trillió, itt van ugyebár, itt látjátok a kis táblán, hogy ebben világszinten nincs egyetértés, azért is tettem ki ezt a táblát már hónapokkal ezelőtt, a cikkek pedig angolul vannak, úgyhogy azért mondok angolul mindent. És jelenleg 53.300 dolláros áron kapható a bitcoin. Magyar forintban ez mit jelent? Nézzük is meg gyorsan. 16.150.000 forintba kerül jelenleg egy darab bitcoin. És akkor egy kis bányászás, S19-es ASIC nagygép, 110 terahessős bitcoinra jelenleg 38 dollár, vagy nem 39 dollár profitot termel, és egy a 3080-as Nvidia videókártya Ethereumra, ő pedig 10,5 dollár profitot termel, mint kettő magyar áramárak mellett. És akkor el is értünk a top 10-hez, egy frissítés. A kriptovalutáknak a teljes piaci érték az 2 trillió dollár, ennek az 50%-a van bitcoinba, és az 50%-a pedig altcoinokban. És nézzük is, a top 10-et első helyen a bitcoin jelenleg 53.240 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 4%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 4,5%-ot csökkent. Második helyen az Ethereum jelenleg 2544 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 5,5%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap folyamán pedig 48%-ot nőtt. Harmadik helyen a Binance Coin jelenleg 531 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 7%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap folyamán pedig 105%-ot nőtt. Negyedik helyen az XRP jelenleg 1,31 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 4%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap folyamán pedig 133%-ot nőtt.
Ötödik helyen a Tether, ő mindig egy dollár, hatodik helyen a Cardano, az ADA jelenleg 1,23 dolláros áron kapható. Az elmúlt 24 órában 1,5%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap folyamán pedig 7,5%-ot nőtt. Hetedik helyen a Dogecoin jelenleg 0,28 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 10,5%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap folyamán pedig 411%-ot nőtt. 8. helyen a Polkadot jelenleg 36,5 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap folyamán pedig 2%-ot csökkent. 9. helyen a Uniswap jelenleg 35,5 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 0,5%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap folyamán pedig az elmúlt 30 nap folyamán pedig 8%-ot nőtt. 10. helyen a Litecoin jelenleg 273 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1,5%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap folyamán pedig 45%-ot nőtt. 11. helyen a Bitcoin Cash, 12. helyen a Chainlink, 13. helyen a VeChain, 14. helyen az USDC, 15. helyen a Stellar, 16. helyen a Theta, 17. helyen a Solana, 18. helyen a Filecoin, 19. helyen a Tron, 20. helyen a Wrapped Bitcoin, 21. Neo, 22. Monero, 23. EOS, 24. Clayton, 25. IOTA, 26. Terra Luna, 27. Bitcoin SV, 28. Binance USD, 29. AV, hogy feljött már 30 közé, 30. helyen BitTorrent token, és akkor még a 31. helyen az amerikai FTX váltó, vagy tűz, de a 32. helyen pedig a Crypto.com, a hongkongi CRO váltó, ő is azt mondja, hogy oké, okay, jaj, jó, mindegy, hogy feljövök a tetejéig, haladjunk is tovább, Coinbase-en jött ki valami újdonság. Ez még tegnapi hír, nem itt a Force jött ki, meg annak a váltói. Oké, X-fai mikor lesz elérhető? 6 nap múlva, és akkor nézzük is az árdiagram elemzéseket. Azt mondja, hogy az Ethereum, aha, Bitcoin azért átkacsintás, aha, 53 ezer alatt, 52.950. Hát jövöget lefelé, meglátjuk, majd figyelgetem híradó közben, hogy merre halad az ár. Azt mondja, hogy az Ethereum jelenleg 2518 dolláros áron kapható, és 7%-ot nőtt a mai nap folyamán. Berajzoltam neki is már egy új, egy rövid távú trendzónát, hát, vagy nem is annyira rövid, mert egy hónapos lesz már lassan, amiben ebbe a világos kékbe 50%-ot hozhat áprilisba, reméljük ebbe is fog maradni most már hosszú távon. Nézzük is tovább, az Engine token, vagy Engine coin, hát így is, úgy is mindegy, 2,41 dolláros áron kapható, 2,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, elég csúnyán eltávolodott a 60%-os trend zónájától. Hát de az egész piacnak be kéne már lendülni, már nagyon, nagyon, nagyon régóta tolják lefelé a bitcoinnak az árát, mindig egy kicsit. Azt mondja, hogy a BitTorrent token, ő jelenleg 0,0072 tízezre dolláros áron kapható, és 4%-ot csökkent a mai nap folyamán. Hát, ahogy nézem, a 007-es ügynök, 007-nél lesz itt neki az alja, ide kell majd egy vonalat behúzni neki. Benne simán benne van, hogy 100%-ot még hozhat áprilisba, csak be kell lendülni a piacnak. A Dogecoin jelenleg 0,277 ezre dollárs áron kapható, és 9,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Átról sose lehet konkrétumot mondani, elég össze-vissza mozog. Az a jó, amikor elkap az ember egy nagy növekedést benne. A Binance Coin jelenleg 530 dollárs áron kapható, és 2,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Most még itt visszatért ebbe a hosszú távú trendzónájába, amiben 40%-ot hozhat áprilisba, az még egész rendben van. VeChain jelenleg 0,214 ezre dolláros áron kapott, és 5%-ot csökkent mai nap folyamán, kicsit kimászott ebből a narancsárga trendzónájából, ebből a... Ja, 13, igen, hát ez még rövid távú, ez még egy 2-3 hetes trendzóna, csak 2 hetes itt neki, ebbe 100% csillag hatalmasat nőtt az elmúlt 2 hét alatt. Még hú, még ha visszaesne, akkor is még 50%-ot hozna, 50%-os zónába lenne, de most jelenleg kicsit kimozdult ebből a 100% csillagosból. Na, de jaj, várjunk csak, hol van az áraszáj. Aha, az áraszáj visszajött azért 63-ra, jó. A Theta jelenleg 10,84 dolláros áron kapható, és 1,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Ő is eltávolodott a trendzónájától, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz úgy konkrétan, nem nagyon tudok per pillanat most mondani róla. Bitcoin Cash 923 dolláros áron kapható, jelenleg 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán.
Most már berajzoltam neki is egy, hát ez nem is rövid távú, ez is egy hónapos kezd lenni már lassan ez a világos kék trendzóna, amiben 60%-ot hozhat áprilisba, és most e fölött mocorog, erről pattangat vissza az elmúlt napokba, úgyhogy ez mindenképp jó hír a Bitcoin Cash kapcsán. Oké, a Solana 38,3 dolláros áron kapható jelenleg, és 17,5%-ot nőtt, még így is a mai nap folyamán. És visszahúzott ebbe a 100% csillagos trendzónájába, úgyhogy eszméletlen jó halad a Solana. Nem véletlenül a leggyorsabb, meg a legjobban is húz felfelé az utóbbi időben. Nézzük a Render tokent, saját kis találmány, ezzel azért, hát nem tudom, lehet, nem árt vigyázni, majd meglátjuk elkövetkező napokban. 1,08 dolláros áron kapható, jelenleg 8,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Viszont végre már van benne egy értelmes háromszög a látható részen, mert ugyebár van alatta nem látható rész is, az itt van, hoppá, pillanat. És akkor itt látjuk az alját, mert egyébként csak 0,8-tól látni a Trading View-n valahogy úgy. Jaj, kb. Innen, igen, innentől látni valahogy. Úgyhogy itt látni az alját is, lefelé húz már egy jó ideje, de szerencsére most kialakult benne egy háromszög, és mindjárt eléri az alját. Hol lesz a vége? 26-dik, egy 4 napon belül, 5 napon belül, hát inkább 4 lesz az. 3-4 napon belül valószínű, hogy ki fog törni ebből a háromszögből, és akkor hát sokkal valószínű, hogy felfelé fog húzni, mint hogy lefelé törjön. Oké, de haladjunk is tovább. A Polkadot jelenleg 34,36 dolláros áron kapható, és 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Hát megint itt a 30-40 dollár közé beállt erre a zónára, nem túl jó hír, úgyhogy meglátjuk, mi lesz vele majd az elkövetkezendő időben. Hát az egész piacnak be kéne már lendülnie, itt lenne az ideje már. Nagyon régóta tart ez a sort. Hát mondjuk 5 napja, igen, vasárnap hajnalba kezdődött. Azt mondja, hogy a Filecoin jelenleg 148 dolláros áron kapható, és hát ugyanott van, ahol éjfélkor indult, nem nagyon mozdult. Egyébként narancsárga trendzónában 90%-ot hozhat áprilisba, de hát igen, a vörös vasárnap óta neki is lefelé ment az ára, vissza kéne mászni ebbe a trendzónába. Nézzük, a Holo token, ő 0,014 ezer dolláros áron kapható jelenleg, 7,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, kimozdult ebből a trendzónájából, de egyébként ebbe 90%-ot hozhat áprilisba, és párszor próbált is visszamászni, hát reméljük, hogy nem sokára vissza is tér bele, mert az nagyon jó kis arány vagy százalék. Azt mondja, hogy a Matic jelenleg 0,385 ezer dolláros áron kapható, 8%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ó, még 0,4 fölé is felment, az teljesen jó hír, de sajnos nem tartotta meg magát, reméljük lassan már stabilizálódni fog 0,4 fölött ő is, illetve vissza is kéne térni a 40%-ot hozó trendzónájába. Az Anker jelenleg 0,142 ezer dolláros áron kapható, 3,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, ő is kijött kicsit a hosszú távú trendzónájából, amiben 75%-ot hozhat áprilisban. Következő a Tron, jelenleg 0,121 ezer dolláros áron kapható, és 1%-ot csökkent a mai nap folyamán. Meglátjuk, mi lesz vele, hát egy blikre egy ilyen 50%-ot azért így is úgy is hoznia kéne szerintem egy hónap alatt. Elég szép tendenciát mutatott az utóbbi időbe, amíg meg nem jött itt is a vörös vasárnap. Azt mondja, hogy a Mana a következő 1,3 dolláros áron kapható jelenleg a Mana, és 2,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Egész szépen tartogatja egyébként közel magát ehhez az áprilisban 60%-ot hozó trendzónájához. A BAT token jelenleg 0,17 dolláros áron kapható, és 3%-ot csökkent a mai nap folyamán. Aha, kezd visszatérni, hát ebbe ez mondjuk egy olyan 30%-ot hozhat, ez már lilába átváltottam ezt a régi trendzónáját, ez erről pattangat vissza az utóbbi napokban, ahogy nézem. Neki is vissza kéne térni az áprilisban 40%-ot hozó narancssárga trendzónájába. Következő az ICX, jelenleg 2,09 dolláros áron kapható, és 2%-ot csökkent a mai nap folyamán, ő is kitérte a 30%-ot hozó trendzónájából. Következő a Harmonitól a OneCoin, jelenleg 0,112 ezer dolláros áron kapható, és 2%-ot csökkent a mai nap folyamán. Hát ő meg nagyon eltávolodott már 110% áprilistól, nem tudom, mi lesz vele, el kéne kezdenie indulnia, úgyhogy ez egy jó kérdés, de azért Harmonynak a vanyjába is vagyogat potenciál.
Bár nem ő a leggyorsabb, de azért egész jó kis coin, na majd meglátjuk. Következő a Luna, 14,6 dollár áron kapható, 10%-ot nőtt a mai nap folyamán, próbálgat visszajönni ebbe az áprilisban 40%-ot hozó trendzónájába. Végre itt van már az ideje, mert nagyon régóta húz lefelé. Következő a Kusama, 363 dolláros áron kapható jelenleg, és ő egy 4%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ő is kitért a... Aha, pontosan a vörös vasárnap óta ebből az áprilisban 35%-ot hozó trendzónájából. Jaj, már nézném a bitcoin árát, mindjárt gyorsan végigpörgök az altokon. A Hedera jelenleg 0,283 ezred dolláros áron kapható, és 3%-ot csökkent a mai nap folyamán. Visszatért ebbe a hosszú távú áprilisban 30%-ot hozó trendzónájába. Következő a Helium, ő jelenleg 12,77 dolláros áron kapható, és 1,5-2%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ő is kimászott ebbe a 100% csillagos trendzónájából, hát akár lehet, hogy egy újabb zónát most már be lehet rajzolni neki, úgy látszik, ő is kezd itt elérni az alját, lehet újabb mintázat majd benne. Következő a Dent, jó, hát ez a tető, ez valami nagyon csúnyán néz ki a Dentnél. 0,008 ezred dolláros áron kapható, és 4,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, nagyon nem jó hír, meglátjuk, hogy mi lesz vele. Következő az NKN, 0,665 ezred dolláros áron kapható jelenleg, és 9%-ot csökkent a mai nap folyamán. Ő tegnap ugyebár megindult, hozott egy elég szépet, de azután megint elkezdett korrigálni visszafelé, pedig már indult fel. Jó, nézzük a következő, az AVA 4,57 dolláros áron kapható jelenleg, és 3,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. 50 napos mozgó átlagánál pihenget, arról pattog vissza, ő is kitért, hát ugyanúgy vörös vasárnap azóta kitért, a, pedig gyönyörűen benne volt ebbe az áprilisban 45%-ot hozó trendzónájába. Nézzük még meg a szüttyögőseket a topcoinok közül. Az ADA jelenleg 1,2 dolláros áron kapható, és ugyanott van, ahol évfélkor elindult. Következő a Litecoin, 268 dolláros áron kapható, jelenleg 4%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ebbe a narancssárga trendzónájába mocorog jelenleg, amiben hát egy olyan 15%-ot hozhat áprilisba. A Uniswap 35,3 dolláros áron kapható, jelenleg és 6,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, nem bírt még visszamászni a trendzónájába. Chainlink 37,9 dolláros áron kapható, jelenleg 4,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Egész szépen tartogatja magát ebbe a hosszú távú trendzónájába, bár csak 20%-ot hozhat benne áprilisba. Az XLM 0,482 dolláros áron kapható, 1,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, hát nem túl jó hír ez van. Még egy párat nézzük meg a portfólión kívüli figyelősökből, az XRP, ő 1,29 dolláros áron kapható jelenleg, ugyan ott van, ahol évfélkor indult. Ebbe egyébként áprilisban 100%-ot hozhat ebbe a trend zónába, meg ezt már be is hoztam, mert nagyon komolyan megindult az elmúlt hetekben, azóta viszont korrigál vissza már úgy egy másfél hetes ac per kb. Következő a kék, ő 26,2 dolláros áron kapható a cake, és 0,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Most már neki is berajzoltam, hogy 70%-at hozhat áprilisban ebbe a trendzónába, amivel beindult itt már szíves 21-e egy hónapja. És a runát nézzük még meg, a runát is berajzoltam, runába is van potenciál rendesen. Úgy néz ki az utóbbi hónapban, 14,3 dolláros áron kapható jelenleg, 9%-ot nőtt a mai nap folyamán, és 100% csillagos ez a trend zóna, amiben jelenleg ő mocorog. Őt még a 20 napos mozgó átlaga alá se tudták levinni. Még Sciacoin itt a végére, hát ő jöveget vissza, 10%-ot csökkent a mai nap folyamán, 0,038 ezred dolláros áron kapható most per pillanat. Nőtte még valaki nagyot? Hát nem. Úgyhogy a Coinbase mit csinál? 6%-ot csökkent a Coinbase-nek a részvénye is a Nasdaq tőzsdén, mert hát a Bitcoin 52.500 dollár, csak jövöget lefelé, csak jövöget lefelé, aki szemtelen tovább. Úgyhogy jó, de mennyi vonal van már itt? Ezek honnan vannak a vonalak? Hát? Ezek az egy órások, annyi vonalat be se húztam itt neki. Jaj, most már eltűntek, valami hiba volt a gépezetbe. Oké, jó, vagyis nagyon nem oké, nagyon nem oké, mert ebbe az órába is elkezdték most lefelé tolni az árát 10 órától.
Úgyhogy fő, hát lehet, hogy az lesz a vége, hogy lemegyünk 50 ezerig, meglátjuk, és akkor onnan fog majd nagyobbat húzni, és akkor lesz egy piros hónap, még kivárja ezt a hetet, még elérjük a májust, és akkor majd onnan fogunk egy keményebben meglendülni felfelé. Hát meglátjuk, ez most nem túl jó jel, így rövid távon. Oké. Haladjunk is tovább, nézzük a híreket, milyen hírek jöttek ma. Jó, ez itt az XRP, az később jött, ezt majd holnap fogom szerintem elmondani az XRP-s hírt, de mi van benne? Azt mondja, hogy az USA tőzsdefelügyelete bocsánatot kér a Ripple-től a zaklatásért. Ó, hát akkor lehet, hogy ezért el fog ülni, akkor most már nyugodt szívvel át lehet állítani majd a Ripple-t pirosból, és akkor lehet is ezért Ripple-t vagy mi XRP-t venni, mert úgy látszik, akkor megszüntetik a vádakat. Na, ez mindenképp érdekes egy hír lesz, holnap majd jövök is vele. Most már, aki gondolkozott azon, hogy érdemes XRP-be fektetni, valószínű most érdemes. Most itt trendzónájának az aljánál is van, úgyhogy ezt itt lehet, hogy jó most elkapni. És akkor innen már csak felfelé fog húzni. Hát, még a Bitcoin azért meglátjuk, hogy mit csinál a piaccal. 52.500 telibe, hogy lemegye 50 ezerig, még lehet, hogy az XRP-re hatással lesz neki, és egy kicsit csökken az ára. De már itt nem sok, hát mennyi van 50 ezerig, az egy... Ja nem, 10, az 5%. Aha, még 5%-kal mehet kb. Lentebb a bitcoinnak az ára. Sats per kb. Annyi van benned, annál lentebb nagyon nem valószínű. 50 ezer az már lélektani határ is, be kéne oda is 50 ezerhez itt húzni majd egy zónát, és itt van a 90 napos mozgó átlag is 50.500-nál. Úgyhogy maximum 50 ezer, annyi lehet az alja, ameddig letolják, és ha addig letolják, mert jelenleg ez a mostani korrekció, a vörös vasárnap az meddig jött le? 20%-ig hozta le, hogyha lemenne 50-ig, akkor azt mondja, hogy 50 ezer egy olyan 22%-os lenne akkor a korrekció, vagy ha még a lila vonalig is, akkor 24-25 maximum, 22-25%-os korrekció. És akkor onnan húznánk valószínű tovább fentebb. Hát most itt csak egy kis pozitív dolog is legyen. Hogy húzhat felfelé, azt mondja, hogy mennyi a 30%-os short után feljöttünk 94%-ot, 95-öt, majdnem 100%-ot, a 25%-os short után feljöttünk, azt mondja, hogy egy 43%-ot, a 18%-os short után meg feljöttünk egy 30%-ot. Úgyhogy, hát egy igen, és akkor hogyha innen 50 ezerről egy 30%-ot legalább feljönnénk, az a minimum, akkor az mit mutat? Akkor egy ilyen 65 ezer így az előző plafont érnénk el kb. Hát addig mindenki fel kéne meg azért már tovább is menni bőven. Úgyhogy meglátjuk majd, de most egyelőre nagyon-nagyon folytatódik a korrekció, sajnos úgy néz ki. Na jó, haladjunk is tovább, nézzük a híreket itt, akkor jó, ez mindenképp jó lesz, ez holnap most már nem megyek bele részletesen, de ez mindenképp pozitív, nagyon jó hír az XRP-vel kapcsolatban, hogy akkor még hogyha tényleg azt írják, hogy bocsánatot kér az USA tőzsdefelügyelete a Ripple-től, ugyan az XRP-től a zaklatásért. Ez nagyon pozitív hír az XRP számára. Azt mondja, hogy a bitcoin díjak elérték a 60 dolláros, igen, és akkor ez az, ami tegnapról maradt meg hír, mert ez nagyon hosszú volt, ezt már nem akartam tegnap így is, eszméletlen hosszú lett a híradó. Na, de most próbálom is gyorsabban megpörgetni. 60 dollárt is elérte már a bitcoin tranzakcióknak az ára, ami egy olyan 18-20 ezer forintot jelent magyar forintban. Azért igen magas, mert ha, és akkor mondják is a felhasználók, hogy ez gátolja az adaptációt, gátolja azt, hogy egyre többen tudjanak bitcoint venni, mert ha valaki csak 10.000 forintért tud bitcoint venni, akkor nem fog 20.000 forintot kifizetni csak a tranzakciós díjra, meg aki mondjuk 100.000 forintért vesz bitcoint, annak is a 20%-a elmegy a tranzakciós díjra, úgyhogy ez nagyon nem jó hír, hogy így mennek fel a tranzakciós díjak. És mások pedig azt mondják, hogy ezt a tranzakciós díjak így növekednek, azt a kebrünkre kell ölelni, az nagyon jó hír, de hát ezt a bányászok mondják, mert ugyebár nekik nő a profitjuk attól, hogyha magasabbak a tranzakciós díjak. És akkor jó, ennél nem is ragadok itt, lenézzük itt komolyabban, mik vannak a hírekbe. Miután igen, a hash rate is lecsökkent, ugye bár a számítási kapacitás világszinten, itt áramkimaradások voltak Kínában, meg ez az megnövelte a tranzakciós díjakat is. Soha nem volt még ilyen magas az átlag tranzakciós díja a Bitcoinnak, mint jelenleg. És 114 ezer tranzakció van beragadva, vagyis volt tegnap itt a hír kapcsán, ami nem ment még végbe, ugye bár egyik pénztárcáról nem került át a másikra.
Úgyhogy ekkora elmaradások vannak, 60 dollárba kerül igen jelenleg egy bitcoin tranzakciós díj, és még amikor 4 évvel ezelőtt 2017-18-ban volt a csúcs, akkor is egy olyan 55 dollár vagy ilyesmibre nőtt meg a tranzakciós díjaknak az ára, bár akkor még csak 20 ezer dollár volt a bitcoin, 19 ezer. Most azért háromszor annyien áll kb. Egy 50, hát most 52.500-600-700-nál. De az a lényeg, hogy magasabban van most már így is a tranzakciós díj, 60 dollár már. És ami a lényeges itt, hogy elkezdtek nőni a tranzakciós díjak észak irányba, ugyebár felfelé így írják, hogy észak irányba, az miután a hash rate, a számítási kapacitás is világszinten lecsökkent, és a piaci mészárlás is végbe ment a hétvégén, ugyebár a vörös vasárnap. És akkor itt látjuk is, hogy 218 terahash volt a plafon, 218 exahash, bocsi, exahash volt a plafonja, világszinten a bitcoin számítási kapacitásának, és ez leesett tegnapra 133 exahashre, 38%-a alacsonyabb, mint a maximum, ami volt. És kevesebb a bányász, ugyebár, és akkor tudnak egymás közt, mert tudják növelgetni a díjakat, mert nincs annyi bányász, aki végre tudjálná hajtani a tranzakciókat. A maradék az meg ki tudja használni ezt a lehetőséget, és ezt úgy mondják, hogy végül is a szabad piac és egymással versenyeznek a magasabb tranzakciós díjakért, aki magasabb tranzakciós díjat fizet, annak hamarabb fog végbe menni a tranzakciója megvalósulni, megbeteljesülni egyik pénztárcáról átkerülni a másikra. És itt azt mondják, hát ezek gondolom a bányászoknak a nagy visszajelzései, hogy ők örülnek ennek, hogy nőnek a tranzakciós díjak, és ezek a végtelenségig fognak nőni, azt mondják. És annyi a pozitív az egésszel kapcsolatban, hogy mivel nőnek a tranzakciós díjak, egyre nagyobb a profit a bányász oldalon, ezért egyre több bányász is fog bekapcsolódni a hálózatba, és mivel egyre több bányász lesz, ezért ezért egyre stabilabb is lesz, azt lehet, hogy alatta írják, egyre stabilabb lesz a hálózat, egyre nagyobb lesz számítási kapacitása, egyre nehezebb lesz megtörni, meg minden egyéb, meghekkelni. Úgyhogy ez valamilyen szinten pozitív is, de aki meg bitcoin szeretne venni, annak meg negatív hír, hogy tényleg 20 000 forintba kerül egy tranzakció. És akkor el is kezdték itt fejleszteni a Lightning Network-öt annak idején, még 2017-ben, akkor is, ahogy megnőtt, ilyen magasan nőttek a tranzakciós díjak, hogy ez majd lecsökkenti a tranzakciós díjakat, viszont ezzel még mindig nem sikerült nagyon révbe érniük. Itt van arról a kimutatás, hogy 114 ezer tranzakció volt beragadva, annyi nem ment végbe a tegnapi nap folyamán még. És hogyha valaki nem volt felkészülve ezekre a magas bitcoin tranzakciós díjakra, az se pánikoljon, a díjaknak lassan a díjakban is korrekció lesz, ahogy a nehézség változik, a bitcoin bányászási nehézséget a bitcoin rendszere mindig két hetente finom hangolja ahhoz képest, hogy mennyi az aktuális számítási kapacitás. Viszont ennek ellenére a hosszú távon azért arra kell számítani, hogy növekedni fognak ezek a tranzakciós díjak. És a magas díjakra számítanak, és ez szükséges is ahhoz, igen, itt azt írják, hogy ne tudják megtámadni, meg feltörni a rendszert, és fenyegetni a decentralizált rendszerét a bitcoinnak. És hosszú távon, igen, ezt fogja biztosítani a magas díjak a bitcoin hálózatának a stabilitását, mert annál több bányász fog bekapcsolódni, annál nagyobb lesz a világszinten a számítási kapacitás, annál több számítási kapacitás kellene ahhoz is, hogy meg tudják törni az egész rendszert. A díjakat arra feltervezték, hogy nőjenek a végtelenségig, és ennek örülni kell. Hát ez nem túl jó hír, azért reméljük nem fognak olyan nagy mértékben nőni, illetve kitalálnak ellene valamit. Sok ember nem ért egyet ezzel a véleménnyel, Odell nekezne a véleményével, tehát Twitteren írta ez az emberke ezeket, és egy ember azt válaszolta, hogy a folyamatosan magasan tartott díjak lerombolják a decentralizációt, és egyre kevesebb ember tudja megengedni magának, hogy bitcoint vásároljon, ahogy mondtam is az előbb. És minél kevesebb lesz az adaptáció, minél kevesebben vásárolnak bitcoint, annál kevesebb üzlet lesz, és annál kevesebb nódot is kell futtatni, tehát ez érdekes, tehát akkor meg ha nem tud, egyre kevesebb ember fog bitcoint vásárolni, akkor nem fogják tudni úgysem magasan tartani az árakat, tehát ez semmiképp nem jó, itt a kettő egymással szembe megy.
Az a lényeg, hogy azt mondják, hogy blokk méretet kellene megnövelni, már 4 évvel ezelőtt is ezt megpróbálták, de még mindig nem értek révbe vele. És más alternatív megoldásokon is gondolkoznak, hogy mivel lehetne megoldani ezt az egészet, hogy ne legyenek már ilyen magasak a bitcoin tranzakciós díjai. Akármi is legyen a helyzet, 2017-ben is megnőttek az árak, már 50 dollárra, most meg 60-ra is. És akkor találták ki ezt a megoldást, a Lightning Network-öt. A Liquidet meg az RSK-t is fejlesztették azóta, de még egyik se ért révbe, egyik se tudta jelentős mértékben lecsökkenteni a bitcoin tranzakciós díjakat. Ennek ellenére az Ethereum is a Bitcoin után a második legnagyobb blokklánc, az Ethereum díja is egyre magasabbra nőnek. És ez az egész, hogy a Bitcoinnak meg az Ethereumnak a tranzakciós díja is ilyen mértékben nőnek, ezek egyre inkább a Binance okos lánc hálózata felé és más hálózatok felé tolják az érdeklődőket. Ahova tovább az Ethereum oldalágára épült Bitcoin Cash, az Ethereum oldalága, ami a Bitcoin Cash-re épült, az pedig úgy csökkenti, egy extrém mértékben, hihetetlen mértékben csökkenti a díjakat, és nagyon egyáltalán nem drágák a Bitcoin Cash-ben történő tranzakciós díjak. Ugyebár én is, hogyha nagy ritkán valamit nem lehet a Binance-en megvenni, és másik váltóra kell mozgatni a pénzt, akkor most már én is Bitcoin Cash-t szoktam használni, mert azért 100-200-300 forint ilyesmi egy tranzakciós díj, nem 20 ezer forint, mint a Bitcoinba. Illetve Tetherbe is szívás mozgatni a pénzeket váltók közt, mert a Tethernek a díja meg 30 dollár, az is 10 ezer forint. Úgyhogy Bitcoin Cash-be érdemes, én abba szoktam, de talán úgy hallottam, hogy még a Tronba is, meg talán XRP-be is, azoknak is olcsó a tranzakciós díja, azokba is érdemes mozgatgatni váltók közt. És akkor azt mondja, hogy de jelenleg, igen, ezzel együtt kell élnünk, hogy ilyen magasak a Bitcoin tranzakciós díjai. És ami a lényeg, hogy ez egyébként meg más irányba, alternatív blokkláncok irányába tolja az érdeklődőket, és amit a maximalisták nagyon utálnak, az az, hogy az altcoinok irányába, hogy nem a bitcoint veszi mindenki kézzel-lábbal, hanem az altcoinok irányába is elindult az érdeklődés. És akkor látjuk is, ugye bár, hogy 50-50-50%-a, vagy sőt, inkább itt nézem, mert akkor látom az aktuális árat, és mondjuk ott is láttam, hogy 50% bitcoinba, 51 körül, meg 50% már altcoinokba, úgyhogy már fele bitcoin, fele altcoin. Ez meg amikor már elkezdett lefelé menni 20 ezer dollárról, mai áron nézve 200 ezer dollárról visszacsökkenni a bitcoin, csak akkor váltott, akkor ment le 50% alá a piaci dominanciája. Most meg már már egész április hónapban már 60% alatt volt. Ugyebár itt látjuk is. Áprilistól ilyen szinten csökkent a bitcoinnak a dominanciája. Április elején még 60%-os volt, most meg már csak 50%-os. Az altcoinokba folyik át a tőke. És valószínű ezért görbülget le a bitcoin is itt, hogy nem halad a narancssárga trendzónájába így nyílegyenesen szépen végig, hanem már kezd kicsit visszafelé mocorogni. Mert az altcoinokba megy át egy jó része a teljes piaci tőkének. Úgyhogy, na jó, haladjunk is tovább. Ja igen, ez volt a tranzakciós díjas hír. Oké. Nézzük tovább. Mi van még itt? Elkezdett már USA végre egy munkacsoportot fog létrehozni, akik elkezdik vizsgálgatni a digitális vagyontárgyakat. Végre már belendült az USA is. Azt mondja, hogy egy olyan akciócsoportot fognak, egy olyan törvényt hoztak, ami biztosítja az együttműködést a törvényhozók és a privát szektor közt a kriptovaluták terén. Ez a törvény a HR 1602-es, ami arra a névre hallgat, hogy a barrier, a határokat megszüntesse, vagy a gátakat, igen. Amik gátat szabnak a jelenlegi fejlődésnek a kriptovaluták terén, azokat a gátakat megszüntesse, ez a törvény 2021-ben erre vonatkozik, és hogy létrehozzon, felállítson egy digitális vagyontárgyakkal foglalkozó munkacsoportot az USA-ban, akik biztosítják, igen, az együttműködést a törvényhozók és a privát szektor közt azzal kapcsolatban, hogy a kriptovalutákban történő fejlesztések tovább haladhassanak az innovációk. És a SEC, az USA tőzsdefelügyelete és a Commodity Futures Trading, vagy kereskedelmi egyesület vagy felügyelet még itt az USA-ba, ők állítják fel majd ezt a munkacsoportot, akik a digitális vagyontárgyakra fognak koncentrálni. És ez az első lépés
azzal kapcsolatban, hogy megkezdődjön a beszélgetés a törvényhozók és a piaci résztvevők közt, és elinduljanak a szükséges tisztaság vagy átláthatóság irányába a kriptovaluták terén. És igen, a munkacsoportot itt a törvény meghatározza, hogy miután életbe lép ez a törvény, azután 90 napon belül fel kell állítani ezt a munkacsoportot, és a munkacsoportnak jelentést kell küldenie nem egy éven belül a tőzsdefelügyeletnek és ennek a másik kereskedelmi szervezetnek. A jelentésnek pedig tartalmaznia kell egy elemzést és javaslatokat a törvényekkel és regulákkal, szabályozásokkal kapcsolatban. Ezeknek a javaslatoknak arra kell kitérniük a kriptovalutákkal kapcsolatban, hogy lehet létrehozni, úgymond karbantartani, fejleszteni az elsődleges és másodlagos piacokat a digitális valuták terén, digitális vagyontárgyak terén, hogy fair legyen, hogy tudják úgy fejleszteni ezt az egészet, hogy fair legyen mindenkivel szemben, orderliness, hogy rendszerezetten működjön, integrálható legyen, hatékony legyen, átlátható legyen, elérhető legyen a piacok számára. És arra is figyelmet kell fordítaniuk, hogy a tulajdonlás tulajdonjog kapcsán, hogy akinek egy kriptója van, azzal kapcsolatban milyen törvényeket kell hozni, a privát kulcsok kezelésével kapcsolatban, kezelését is meg kell vizsgálniuk, a kiberbiztonságot, és az üzleti lehetőségek folytatását a digitális vagyontárgyak terén a köztes szereplők figyelembe vételével. Úgyhogy végre az USA-ban is felállítanak már egy akciócsoportot, akik elkezdenek konkrétan a kriptovalutákkal foglalkozni, és az azzal kapcsolatos törvények szabályozásokkal. Következő hír, a decentralizált váltókon a kereskedelmi mennyiség már megközelítette a 20 billió dollárt, Uniswap és PancakeSwap, ugyebár az Unicorn is és a Palacsinta, ők két nagy decentralizált váltó, hát meg vannak többen is azért a térve, az OX, meg minden egyéb a Polkadottól. Na nézzük is, hogy mi van itt a cikkbe, azt mondja, hogy a decentralizált pénzügyek azok felrobbantak, hát jó értelemben, tehát nagy növekedésnek indultak az elmúlt 12 hónapban, bár én még mindig azt mondom, hogy nem olyan nagy, mert 58 billió dollár van a DeFi-ban, decentralizált pénzügyi applikációkban jelenleg, a 2000 billió dolláros kriptopiachoz képest, ez azért lehet akkor a 20 az 1, ezeket egy 3%-a van a teljes kriptopiacnak, még csak a DeFi-ban az azért nem egy olyan nagy arány. De kezdeget belendülni. A Uniswap-on már a heti kereskedelmi mennyiség meglépte a 10 billió dollárt, ez volt az első alkalom, hogy 10 billió dollár fölé nőtt a heti kereskedelmi mennyiség. Igen, és akkor az összes decentralizált váltón pedig 18 billió dolláros volt, 13 decentralizált váltón a kereskedelem az elmúlt hét során. A PancakeSwap-en, ugyebár Binance-nek a palacsintás decentralizált váltóján, ami a Binance Smart Chain alapján működik, azon is jelentősen megnőttek a kereskedelmi mennyiségek, és jól tudod, hogy a díjak a Binance oldalágai hálózatán sokkal alacsonyabbak, mint az Ethereum díjak, amik meg jelentőset nőttek az elmúlt időben, és akkor a na, Uniswap, ő Ethereum alapon megy, Ethereum díjakkal, a PancakeSwap, a Cake, a Cake, ő meg alacsonyabb díjakkal megy. És a PancakeSwap-en 4 billió dolláros volt a kereskedelmi mennyiség az elmúlt 7 nap folyamán, az elmúlt héten. Hozzátéve még, igen, a Uniswap pedig elindítja május első hetében, el fogja indítani a V3-at, a 3-as verziói frissítését, amiben olyan plusz funkciók lesznek, amik valószínűleg növelhetik majd a Uniswap-on történő kereskedelmi mennyisége. Miközben a, igen, a centralizált váltók egyre nagyobb, kompetíció, na mindegy, versenyeznek, elkezdenek versenyezni a decentralizált váltók, a DEX-ek, a centralizált váltókkal, a CEX-ekkel. Ugyebár, de hát még azért még mindig ezek a heti 4 billiós, meg 10 billiós kereskedelmi mennyiségek decentralizált váltókon,
azok azért még fasorba sincsenek, a Binance a legnagyobb centralizált váltó, ugyebár, és a Binance-el egy nap alatt kereskednek 8 billió dollár értékben, 8x7, 56, egy hét alatt ott 56 billió dollár értékben, vagy 50 billió dollár értékben kereskednek a Binance-en, nem 5 meg 10 billió dollár értékben, mint a decentralizált váltók esetében látjuk ezt. Oké, okay. Ja, de mi hova tekertem, jó, ennek elértem a végére. Jó, haladjunk is tovább. Következő a Kánán 12 ezer, közel 12 ezer, 11.760 új generációs bitcoin bányászgépet vásárolt a Kánántól egy USA cég, és a Kánánnak a tőzsdei részvénye meg is ugrott ennek hatására 11%-kal. Mawsonnak hívják azt az amerikai céget, aki vásárolt a Kánántól 12 ezer új bányászgépet, és ezzel a 12 000 géppel egy exahash számítás kapacitást tudnak elérni pluszba. Tehát, hogyha veszük a 200 exahashnyi összes számítási kapacitást világszinten, akkor 10 000 legújabb bányászgépet kell kb. Venni ahhoz, hogy a fél százalékát a piacnak el tudja foglalni az ember, a bányász cég fél százalék részesedést ki tudjon venni ebből az egészből. És igen, a Mawson, ő újra márkázta magát az utóbbi időben, őt Wise Farmának hívták azelőtt, de most, hogy megvették a Cosmos Capital Limited-et, aki szintén egy bányász és kriptovagyontárgyakkal foglalkozó üzlet volt, azután átnevezték magukat Mawsonnak, mert hogy ez jobban mutatja a cégnek a jelenlegi és a jövőbeli irányát. Hát nem tudom, hogy a Mawson, annak semmi jelentése nincs, de mindegy, nekik ez a név tetszett most. És a Kánán milyen gépeket, ugyebár látjuk itt, hogy milyen bányászgépeket vettek. ASIC, tehát célgép, kifejezetten kriptovaluta bányászásra. SHA-256, az a Bitcoinnak az algoritmus, a Bitcoin bányászgép, és a típusa pedig az A1246-os és 90 terahash-et tud másodpercenként, ennyi a számítási kapacitása. Ezt itt meg is tudjuk nézni a bányászgépek közt, ugyebár a S19-es Pro-nak 110 terahash, és akkor itt van a Kavalonnak, a Kánántól az Avalon Miner, ő pedig a 1246-os típusú, annak pedig 90 terahash a kapacitása, és 29,5 dollár termel napi szinten jelenleg, ebből vett 12 000-et ez az amerikai cég jelenleg. Oké, és akkor haladjunk is tovább, és ennek hatására hol vannak ők? A Nasdaqon vannak. A Nasdaqon van CAN, CAN, ez a rövidítésük, illetve megtalálni őket a Nasdaqon, és ennek a hírnek a hallatára 11%-ot ugrott is a Kánánnak a tőzsdei részvénye 13,77 század dollárra, miután januárban még 4,5 dolláron volt kapható a Kánánnak a részvények, ez 206%-os növekedést jelent 2021 elejéhez képest. Úgyhogy tök szépet nőttek a Kánán részvények is, a Nasdaq tőzsdén Bitcoin bányász cégnek a rész, Bitcoin bányász gép gyártó cégnek a részvényei. Következő, igen, egy zenebolt, a Beatport, egy online zenebolt, már ő is lehetővé teszi a Bitcoinbe történő fizetést, illetve NFT-t is fognak indítani. A CryptoPoint.com-mal kapcsolódtak össze, azt nem is tudtam egyébként, de itt írják, hogy hongkongi központú a Crypto.com váltó vagy tőzsde. A Bitcoin fizetés, igen, júniusban fogják elindítani a Bitcoin fizetési lehetőséget itt a Bitportnál. És lehetővé teszik, az előfizetéseket is fizethessék Bitcoinba, illetve a zeneszámokat is vehessenek rajtuk keresztül Bitcoinba. És akkor itt írják, hogyha a jótékony hatásairól és az erősségeiről beszélünk, erősségekről beszélünk, akkor a művész közösség számára nincs semmi okuk arra, hogy megállítsák a fejlődést. Tehát ők is követik a fejlődést, ami megy végül a piacon, és akkor lehetővé is teszik, hogy a Bitcoinba történő fizetést a cégükön keresztül. És igen, NFT-t fognak elindítani, aminek a neve az, hogy Music for Future Dance Floors, április 23-án fogják ezt kiadni. Magyarul annyit tesz, hogy zene a jövő táncparkettjei számára. És itt az alapító, ő mondja is, hogy ő őszintén izgatott azzal kapcsolatban, hogy az NFT-k mit tudnak ajánlani, és az NFT-k új életet leheltek,
művészet és a zenék gyűjtésének megvalósították a modern korba, az NFT-k reprezentálják végül is azt, a modern kornak az eszközei arra az NFT-k, hogy műalkotásokat, illetve zenéket tudjanak gyűjteni az emberek a modern korban, itt a harmadik évezredben. És akkor nézzük is tovább, igen, az MTI, az MTI-ről mondták, hogy Dél-Afrikában 2020-as évnek a legnagyobb csalását az MTI csinálta Dél-Afrikában, és a prémium buyerek, ugyebár a prémiumok, itt mindig arról van szó, hogy van egy világpiaci ára a bitcoinnak, és egyes országokban meg más áron kapható a bitcoin, nem a világpiaci áron. És akkor itt, hogy az MTI, amit végül sikerült végül úgy látszik elkobozni valamennyi bitcoint ettől a csaló cégtől, ezt ki is dobták a piacra, és ez leverte az árakat. Olcsóbban lehetett, 75 millió dollár értékben dobták ezt piacra, és ez leverte az árakat Dél-Afrikában, olcsóbban lehetett venni bitcoint, mint a világpiaci ár. Viszont itt írják is, hogy azóta ez már visszatért, és most meg már drágábban, már 5-6%-kal drágábban lehetett április 20-án már venni a bitcoin Dél-Afrikába, mint máshol. És ez a bitcoin prémium, végül is ennek ez a lényege, hogy eltérések vannak a piaci árakban egyes országok közt, az, aki arbitrázsral foglalkozik, azok ezt ki is használják, majd mindjárt lesz a következő cikkben dél-koreaiaknál. És... igen, ez az árkülönbség, főleg a magasabb ár a világpiaci árhoz képest, az ott jellemző azokban az országokban, ahol szigorú tőzsdei szabályozások vannak, és áprilisban például a bitcoin Dél-Koreában 18%-os árral magasabban lehetett venni Dél-Koreában a bitcoint, mint a világpiaci ár. És nézzük is, hogy használják ki ezt a dél-koreaiak következő cikkben. A dél-koreai kormány keresi a törvényi regulázási módjait annak, hogy a nemzetközi utalásokat, a kriptoutalásokat hogy tudnák szabályozni. A kimchi prémium, így hívják ezt Dél-Koreában, hogy magasabb áron megy a bitcoin, mint a világpiaci ár. És akkor nézzük is, hogy ennek mi a lényege. Az a lényeg, hogy a kormány ez most már pénzmosásnak próbálja beállítani, a dél-koreai kormány ezeket a külföldi tranzakciókat, mert hogy mit csinálnak a koreaiak, hogy használják ki ezt az árkülönbözetet. A kormány igen kimutatta, hogy néhány dél-koreai befektető aktívan küldi a fiat pénzét külföldre, ugyan a papír pénzeit a dél-koreai vont külföldre, Kínába, hogy Kínába vegyen kriptovalutát kínai árakon, világpiaci áron, és akkor utána pedig eladják a dél-koreai váltón, meg eladják 15%-kal drágábban. Tehát kiküldik a sok ezé papírpénzt, megveszik olcsón Kínába világpiaci áron, utána meg a dél-koreai, de hát ezt meg a dél-koreai tőzsdefelügyelet csinálja, gondolom, hogy magasabban tartja az árakat, mint a világpiaci ár, úgyhogy ott meg utána el tudják adni drágábban, egy 15%-kal drágábban. Arbitrázs. Ilyenek is vannak világszinten, erre is érdemes figyelni, és ez a manőver, ez lehetővé teszi a kriptokereskedők számára, hogy hát igen, és akkor itt ugyanazt mondják el, hogy amit Kínába olcsón megvesznek, azt utána el tudják adni a dél-koreai tőzsdén drágában, kihasználva a kimchi prémiumot. Igen, itt végül is ugyanazt mondják, hogy a dél-koreai hatóságok most próbálják úgy ezt a tranzakciót, hogy a papírpénzeket küldik ki Kínába, és akkor visszafelé meg jönnek a kriptók, azt meg eladják drágábban. Ezt pénzmosásnak próbálják beállítani most jelenleg. És egy bank már meg is tette a kezdő lépéseket, hogy korlátozza ezt az egészet, mert egy példakép említve az éves tengeren túli tranzakciók, ...nak a határa, vagy a korlátja az Koreában 50 ezer dollár. Hogyha valaki egy tranzakcióban, ilyen mennyiségű pénzt, 50 ezer dollárt külden egy tranzakcióban, akkor a bankoknak ezt jelenteniük kell gyanús eseményként a hatóságok felé. De hát ezt itt már is rögtön meg lehet törni, hogyha egy tranzakció, hát épp ez a lényege.
hogy nem egy tranzakcióba, akkor küldenek két 25 000-es tranzakciót, és akkor már meg is van oldva, azt már nem kell jelenteni a banknak. Tehát simán át lehet verni ezt a rendszert, hogyha ennyi a szabály benne, hogy 50 000 dollár a plafon, ha annál többet küldnek egy tranzakcióba, hát akkor elküldik kettő meg 10-be. Ugyanezt csinálták, ezért Pablóék is, ugyebár a kokain kereskedelem kapcsán még Dél-Amerikában, amikor USA-ban talán 10 000 dollár volt, vagy hogy volt a limit. És akkor küldtek inkább 9438 dollár, meg akármiért. 10 000-et nem ért el egyik se, de akkor küldtek helyette 100 tranzakciót, és az már akkor nem volt gyanús. Azt nem kellett jelenteniük a bankoknak. Na jó, tovább. És van egy fő, egy nagy bank, a Wori, Dél-Koreában, aki már meg is tette a kezdő lépéseket, és 10 000 dollárra, havi 10 000 dollárra csökkentette ezt a tranzakciót. Itt már úgy látszik, nem arról van szó, hogy egy tranzakció, és akkor majd küldenek kettőt helyette, hanem havonta összesen maximum 10 000 dollárt küldhetnek, és ha annál többet küldenek kifelé az országból, akkor azt meg ők le fogják jelenteni. Habár igen, szkeptikusak még a bankszektorban is azzal kapcsolatban, hogy hogy tudják ezt majd visszafogni, ezt a kereskedelmet, hogy kihasználják ezeket az árkülönbségeket az emberek. És a kimchi prémium visszatért az üzletbe, és akkor látszik is itt, hogy mikor volt az április 6-án, például világpiaci áron 58 500 dollárban lehetett bitcoint venni, dél-koreai váltókon meg ekkor 69 400 dollárért lehetett venni meg adni a bitcoint. Úgyhogy szépen ki is használják a dél-koreaiak. Na nézzük is tovább. Hát ez szerintem inkább a piaci manipulációra volt ez a cikk. Egy ember King itt YouTube-ra feltette a videót, meg mindegy felajánlotta, ahol Elon Musknak, hogy 111 Teslát megvesz 3S-es modellt, hogyha lehetővé teszi, hogy Bitcoin cashbe is lehessen Teslát vásárolni a Teslától, Tesla kocsikat. Na jó, de hát akkor meg válts át Bitcoinba, és Bitcoinba már most is lehet vásárolni Elon Musk-tól és a Teslától kocsit. Úgyhogy autóvásárlásnál meg aztán az a 20 000 forintos tranzakciós díj az már semmi kb. Főleg, hogy 13 millióba kerül egy ilyen S3-as legújabb Tesla. És akkor igen, itt van az ember, és ő egyébként egy oktatócsatornát tart fent a YouTube-on. És a végül is arra tanítja az embereket, hogy csinálják meg az első millió dollárjukat. És ezt érdekességnek jelöltem ki, hogy egy Tesla Model 3-as jelenleg 38 500 dolláros áron kapható, ami harmada ezer, az egy olyan 13 millió forint annyiba kerül egy Tesla Model 3S elektronikus automobil, ugyebár. Jó, ez megint a jövőbe halad már, ugyebár nem kell belső égésű motor, meg benzin, meg szennyezni a környezetet, meg ilyenek, hanem elektromos. Bár itt meg az akkumulátorok az egy megint másik téma, úgyhogy ott kell komolyakat fejleszteni, hogy ne nagyon szennyezzék az akkumulátorok, meg fel lehessen őket újra használni, ne szennyezzék annyira a környezet. Minden be van pro és kontra. Legalábbis jobb dolgokban, amiben meg nincs kontra, amiben meg nincs ellenérve, az meg hazugság, meg csalás. Aminek nincs semmi negatívuma. Na, akkor azt mondja, hogy és akkor, ja igen, és akkor ezzel érvelgetett a videóban, hogy nem csak ő, de rengeteg embernek van, másoknak is Bitcoin cash-e, akiknek nagyon sok pénzük van, és ők el akarják költeni ezt a pénzt, és akkor lehessen már Bitcoin cash-ért is Teslát vásárolni. Hát ez gondolom inkább arra irányul, hogy piaci manipuláció, megtolják az árát, és akkor többet érjen a Bitcoin cash-ük, de mondjuk mindenképp jó hír lenne. Hát akár, hogy még lehet, hogyha végig is Elon Musk lehetővé tenni a Bitcoin Cash-i, de hát akkor utána megjönnének, hogy jaj, Ethereum-ba is lehessen már, meg XRP-be is, meg Dogecoin-ba, meg mindenbe lehessen már Teslát venni. Végtelen lavina indul, de majd meglátjuk, hogy elindul-e ez egész, de hát egyelőre azért csak Bitcoin-ba lehet még Teslákat vásárolni. Következő ír, jaj, a Facebook, hát ez DM még, amikor decemberben csináltam az első videókat, akkor még Librának hívták, de még mindig, hát 1000 évre van, mire a Facebook valamit ki fog adni, aztán nem is tudom, hogy lesz-e értelme az egésznek. Tehát ugyebár a Facebook is akar kiadni kriptovalutát, és akkor hogy akarja ezt, meg mint. DM-nek fogják hívni ezt a kriptovalutát, azelőtt Librának hívták, és akkor igen, haladgatnak egy svájci céggel, non-profit céggel, a DM Association-nel összeálltak, akik a tengeren túli fejlesztéseket figyelik, és egy próba tesztet el akarnak indítani egyetlen egy stabil kriptó, valami az USA dollárhoz lesz kötve, ezt még az éven el akarják indítani még csak a tesztet, az első egyetlen stabil kriptóval, és akkor többféle stabil kriptót is
akarnak létrehozni, amiket a hagyományos valuták fedeznének, papírpénzek, ennek nem sok értelme, mert alapból is vannak most már stabil kriptók, meg a kormányok is dolgoznak a saját digitális pénzeiken, azok is már stabil kriptókkal versenybe fognak majd szállogatni. És talán ebben még talán egy kis lehetőség esetleg lehet a Facebook oldalára, hogy akarnak egy multivalutás érmét, coint is létrehozni. Tehát ami mondjuk figyelembe venni a merre vagyunk nyugatra, keletre. Az USA dollárt is, a japán jent is, meg az eurót is középen, és akkor mindent figyelembe venni. Abba talán még lehet valami, de hát ki tudja, mikor lesz ebből bármi is, ha lesz egyáltalán valami ebből a Facebookos digitális pénzből. És igen, itt is be kell mutatni majd, mint a centralizált váltókon, a papírokat, meg személyét befotózni, meg minden egyéb azonosítást meg kell tenni. És ha megkapják a zöld lámpát a törvényhozóktól, akkor meg fogják kezdeni a kísérletezgetést egy kis számú felhasználóval, úgyhogy ennyi, majd egyszer talán lesz valami a Facebookos digitális pénzből is. Következő, hát ez a Guggenheim, ez meg nagyon nem tetszik nekem, össze-vissza beszélnek. Egyszer azt mondják, hogy 20 ezer dollárra fog lemenni a bitcoinnak az ára, egyszer meg azt, hogy 600 ezer dollárra fog felmenni. De soha nem mondják, hogy mi és mikor, csak így azért dobálóznak ilyen számokkal, meg ők már több éve figyelik a bitcoinnak az ármozgását, meg stb. Tehát hiába figyelik, hogy mi volt 4 éve, amikor most tök más a piac, teljesen máshogy épül fel az egész. 4 éve a kiskereskedők tolták az árat, meg 50%-os shortok voltak, egy hét alatt 50% korrekció volt lefelé, meg következő héten még 20%, meg ilyenek, most meg 20%, 20-30% közt vannak a korrekciók. Itt is a 20% az alja, még most megint még eddig nem vándorolt le. Még ha 50-ig lejönne, akkor lenne talán 22% vagy ilyesmi. Tehát attól már nem nagyon kell félni. Sokkal stabilabb, meg érettebbé vált a piac, ahogy egyre inkább folynak be az intézményi tőkék is, intézményes befektetők is. Na, nézzük tovább, mit magyaráz itt a Guggenheim. Azt mondják, hogy a Guggenheim egyébként 270 billió dolláros vagyonkezelő, annyi vagyont kezelnek ők. Na jó, hát ezt, ha összevetjük a BlackRock-kal, aki mondjuk majdnem 9 trillió dolláros vagyonkezelő az USA-ba, akkor még mindig nem olyan nagy szám, egy 30-szor akkora a BlackRock. De a Guggenheim is azért egész nagy. És hát ha azt veszük, hogy Európában meg hogy is volt, ott meg kb. 10 billió dollár, és a legnagyobb európai vagyonkezelő, annyi vagyont menedzsel, úgyhogy ahhoz képest meg azért 25-szörös, úgyhogy na mindegy, de azért vannak nála is nagyobbak, 25-ször meg 30-szor akkorák, mint ő. Oké, masszív mozgás volt rövid távon, ők már azt mondják, hogy már most masszív mozgás, hát ha benne maradnánk a narancssárga trendzónában, akkor lenne masszív, de hát már jövöget visszafelé az árkorrekció, aztán utána jó nagyot kell húznia, hogy visszatérje majd narancssárga trendzónába. Na mindegy, nem is az a lényeg, haladjunk tovább a Guggenheim-es sztorikkal. Ők úgy gondolják, hogy egy 20-30 ezerre is le fog csökkenni a bitcoinnak az ára. Ez lenne az 50%-os csökkenés, mert hogy régen is ez volt, már 4 évvel ezelőtt meg minden, de hát tök más a piac. Nem ugyanolyan, nem lehet lekopizni, ami 4 éve volt, mert mások a piaci szereplők is alapvetően. Hosszú távon meg azt mondják, hogy 600 000 dollár lesz majd a bitcoinnak az ára, úgyhogy mindenfélét mondanak, de egyikről sem mondják, hogy mikor, meg hogy, csak egyszer oda vernek egy 20 ezeret, egyszer meg egy 600 ezeret. Úgyhogy Guggenheim nekem annyira nem szimpi, hogy össze-vissza itt beszélgetnek, ahogy nézegetem. Na jó, gyorsan még nézzünk rá a bitcoin árára, mert kíváncsi vagyok, hogy hol tart. Jaj, 52 ezer, 52 ezer. Le fogják ezt vinni, 50-ig nagyon úgy néz ki. Úgyhogy jó, rövid távon ez nem túl jó jel, de hát hosszú távon így is úgy is haladnunk kell azért majd még a 100 felé, de lesz, ez egy piros hónap lesz, ez már nagyon úgy néz ki, hogy egy piros hónap lesz, ezt nem fogják visszarántani 58 ezer fölé az abban 7 nap alatt, ami még van itt a hónapból hátra. Úgyhogy sajna ez van, rövid távon egy korrekció, úgyhogy majd valószínű májusban fogunk komolyabban belendülni, meg tovább szökni az ár felfelé. Jó, akkor oké, elértünk a végére, nézzük is meg, igen, azt mondja, hogy mondjuk most a felhőzetet tegnap mutattam csapadékot, és akkor mi van ma, 22-e, azt mondja, hogy mindenki nézze meg, hogy hol van, és akkor indul a vonat, ez itt csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtök. Előre mentünk egy hetet, hát ahogy nézem, még vasárnapig is egész szépen leszegetnek napsütési időszakok, viszont jövő hét hétköznap folyamán szinte felhő lesz végig fölöttünk.
Úgyhogy ez van, sajnos. Na jó, még a végére. Jaj, ha már igen, akkor ez egy kis levezető zene, ha már tegnap mutattam egy klipet, akkor annak a 15 vagy 20 évvel ezelőtti verzióját, még az elsőt, amikor csinálta Basta meg Mirálja, most akkor az legyen a levezető. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok! To me, I'll give it to you as long as you want. You know I got it. Baby, give it to me. I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, give it to me. I'll give it to you as long as you want.